Urunk, Jézus Krisztus, eddig lírai módon kértünk, hogy maradj nálunk, maradj bennünk, maradj az életünkön. Most prózai módon próbálunk arra kérni téget, hogy maradj velünk, Uram. Tarts meg bennünket, és kérünk téged, hogy ma is töltsd a te kedves szent szellemeddel. Uram, nincs jobb nekünk, mint letenni az életünket a te kezedbe. Nincs jobb, mint téged szolgálni. Hisz mit adhat a világ, Uram? Azt már tudjuk. De amit te adhatsz még, azt még csak sejtjük. De szeretnénk megtudni, megtapasztalni. Ezért hiszük, hogy jó dolog az Úrra várni. Jó dolog téged dicsérni. Jó dolog a te nevedet segítségű hívni, mert kőszikla vagy te, Uram, a nyomorúság idején. A te neved erős bástya, ahol bemenekül az igaz és bátorságos lakozást vesz. Mi mindannyian ma a te neved mögé bújjunk, Uram, és onnan nézünk szembe az ellenséggel. Mert ott vagyunk legények, ott van esélyünk, ott van győzelmünk, te benned, Uram. Rajtad kívül nem is jó belegondolni mi érhet bennünket. De Uram, azért vágyakozunk még ezen a földön maradni. Azért maradunk az elhívásunknak a helyén, hogy meglássák szemeink a megtérők tömegeit. Azért szolgálunk, Uram, hűséggel, és azért vagyunk, Uram, itt a mai napon is hozzád kiáltsunk, Uram, a jövő héti rendezvényért a Názareti Jézus Krisztus nevében. Adj új hullámot a mennyből, Uram! Puhítsd meg az emberek szívét. Engedj bennünket örvendezni és újongani a megtérőkön, ahogy rajtunk ujjongtak, Uram, mikor mi átadtuk a szívünket te neked. Hallas örömöt velünk is, újongást, Uram. Adj okot a szám nekünk, a, a szánknak az ünneplésre. Adj okot, Uram, az örvendezésre. Ezért ma is, Uram, előre örvendezünk. Hisz másképp semmi értelme, Uram, hogy itt maradjunk a földön, és elviseljük a földnek a sarát, mint hogy meglássuk, Uram, hogy emberek élete változik meg, ahogy házasságok állnak helyre, hogy megtört szívek gyógyulnak meg, hogy fogjuk jönnek ki a szabadságra, és mi újjongunk és örvendezünk, Uram. Ezért kérünk téged, hoz vissza a mi fogjainkat a puszta földről, mint patakokat, Uram, a messze éjszakról, délről minden irányból. És adj, Uram, hogy elárasszon bennünket a te kegyelmet, elárasszon bennünket a te szent szellemet, és gyújtsál meg bennünket, Uram, hogy égjen bennünk az elveszett lelkek iránti szeretet, hogy Jézus nevében. Amen! Halleluja! 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 Tudtok hullámozni? Köszöntelek benneteket, nagy szeretettel Jézus Krisztus nevében, és kélek mielőtt helyet foglalnátok ti is, szűrt áldásokat mondjatok a maszkokon keresztül, és integessetek egymásnak. És minek utána áldás mondtatok, és minek utána köszöntvén egymást, foglaltok helyet. Jó vagytok? Jól vagytok? Ebédeltetek? Jól vagytok lakva? Pihentek vagytok? Türelmesek? Mert nagyon hosszú lesz. Az éjszaka. A prédikáció, azt igyekszem, nem, de... Az éjszaka. Azért, hogy az éjszaka majd bírjátok a bőtöt. És holnap nappal a vírasztás. Tudjátok, mi nagyon szent emberek vagyunk. Éjszaka a bőtölünk, nappal vírasztunk. Full szelleméletet élünk. De ennél jobb, és itt van az ima és a bőjt ereje, hogy ne csak éjszaka bőjtő és nappal vírasszál, hanem néha meg is lehet cserélni, azok kicsit hatékonyabb, azt tapasztaltam. Úgyhogy ha ehhez lendületet kapjál, ajánlom ezt, javaslom ezt a könyvet, ajánlom melegen, hidegen, hűvösen, langyosan, mindegy milyen állapotban vagy, de olvassad. Mikor friss megtét voltam, az én életemre nagyon nagy benyomást gyakorolt, és felfokozta a hitemet a bőjtre, és azóta is hiszem, de a bőjtben óriási erő van. És az nem diéta, jó? Nem diéta. A bőjt az nem diéta. Nem fogyókúra. A bőjt az bőjt. Jó? És, ajaj, nagyon veszélyes címe van ennek a könyvnek. Kitették előnbe hiányom a délelőtt itt. Annak az volt a címe, hogy végre egy nyelvet beszélünk. Végre. Mindegy, mikor éred meg, lehet, hogy már őszhajad lesz, vagy elhull, vagy a homlokad már hátra a tarkódra, de végre egy nyelvet beszélsz. Ámen. Azért vagyunk ma itt, hogy hátra sikerül ebből egy picit korrigálni, és ha már egy nyelvről van szó, a bocsánat kérés öt nyelve. Egy nem elég. Azt tapasztalom, hogy nem. Pedig igaz, hölgyek, milyen nehéz egyszer is bocsánatot kérni. Egy, egy, egy nyelven, nem, hogy öt. Mertek ám ment mondani? Miért? Nem nehéz? Nem nehéz bocsátot kérni? Na, a bátrabak már bólogatnak. Na, alakul, alakul, lesz, lesz valahogy. Hát komolyan mondom, akkor ti jobbak vagytok, mint a 12 apostol. Mikor azt mondta Jézus a 12 apostolnak, hogy menjetek, támaszatok halottakat, semmi gond. Elmentünk főnök. Jöttek, megvan. Menjetek, üzetek démon. Megyünk. űzzük ember, űzték. Öröm volt, újongás, ünneplés. Alaj, oda megy, Pétes, hányszor kell megbocsájtanom? Akkor megmondta hányszor, akkor erre azt mondták, adj uram erőt. Halott támaszt, hogy nem kértek erőt. Beteg úgy, hogy nem kértek erőt. De megbocsájtani oda már kértek erőt. És erre kapok három ment. Köszönöm. Samu, te velem, vagy tudom. Úgyhogy ma, ha, hát nem a megbocsátásról fogunk beszélni, hanem az a megbizatást kaptam, hogy hogy tegyem ezeket sorrendben, így teszem, hogy a házasságról beszéljek, és közben, még én odalapozom a jegyzetemet és a Bibliámat, szeretném reklámozni számotokra a jövő heti eseményt. Én úgy gondolom, fontosabb, mint a mai. Ma is fontos, nem az én beszélek, remélem nem fog mellé beszélni, megpróbálok, de azért fontos, és egész hétre, ha hát nem is voltad a szíveden és a szádon az imáid közbe az elveszett lelkeknek a sorsát, akkor kérlek, hogy az elkövetkezendő héten nagyon is viseld a szíveden, mert az, hogy ma itt lehetsz, az többen a szívükön hordozták a te sorsodat, bőtöltek és imádkoztak, és zörgették a második eget, Úgyhogy arra készüljetek, hogy egy második eget rengető koncert lesz egy hét múlva. A második eget kell megrengetni, ott tartják fogva az embereknek a lelkeit, ki kell őket szabadítani, be kell vinni az új jelenlétében, és utána példamutatással kell előttük járni, hogyan kell követni Krisztust. Ámen! Sok sikert kívánok, győzelmet, és hadd lobogtassuk meg együtt a győzelmi zászlót, és hadd érezze meg minél több ember a szabadulásnak az örömét, a bűnbocsánatnak az örömét, és nekik elég, ha egy nyelven kérnek bocsánatot. Ti már tapasztalt keresztények vagytok. Már régiségünk van. Már 50 éve meg vagyok térve. 20 letagadhatnék, olyan jól nézek ki, de 50 éve meg vagyok térve. Nem? Rég tudjuk az igét, ismerjük, de azért picit felfrissítsük a bibliai család modellel kapcsolatosan a, 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 az információinkat. Ugye arról van szó, ez volt a mai a, a, a alkalomnak a címe, hogy a bibliai család modell. Mondtam múlt héten Sándor, hozatok zsebkendőt, azt nem garantálom, a kacagástól fogtok sírni. Lehet, hogy egyébtől. Hánya vannak itt Gyergyóból? Nem tudtok megvédni, jó? Akkor másképp kell beszéljek. Reméltem, hogy többen, hogy de akkor mérsékelem magam, hogy csak vicceltem. Próbálok bemelegíteni egy picit, addig is köszönöm a bizalmatokat, nagyon izgatott vagyok, mert nem könnyű. Szeretek a házasságról beszélni, szeretek házasságban élni, szeretem azt, amit az Isten végzett az életemben ezzel kapcsolatban, és nagyon hálás vagyok, kezdve Bondó Samutól, amikor ő, a esküvő, ő adott össze minket, de nem mind a matek tanár, hanem ja, ő arra emlékszik, hogy hideg volt, a mennyasszony vacogott. Én egy dologra emlékszem, egy kijelentés, egy mondat, az Úr a jó bort a végére tartja. Az első években ebbe kapaszkodtam. Reménységen forrása ez volt. Tehát képes egy kielentés megtartani egy házasságot. Egy kijelentés. De azt megfogtam, ráharaptam, mi Jákóba az angyalra, el nem engedlek innen, én nem azt, hogy meg nem áldasz, mi nem teljesedsz. Azóta se engedtem el, csak reklámozom, hogy ez egy nagyon jó kijelentés, és tapasztalatból tudom, hogy az Úr a jó bort a végére tartja. Az nem azt jelenti, hogy addig végig silány kapsz, hanem egyre jobbat. Ámen! Az elején van az, a seprője, vagy mit tudom, az a kategória, amit a préselés után még egyszer vízzel felöntik a szőlőt, és megcukrozzák, még egyszer kivontatják, és abból is fickónak mondják nálunk, nem tudom más, hogy mondják, mindegy. A lényeg az, hogy az nagyon veszélyes. Úgy meg őt, mint az ifetló. Szédűsz állatmódat tőle, mindent rózsaszínben látsz, csak másnak borzasztóan fáj a fejet tőle. Na ilyen a korai szerelem. Nem lát, nem hall, nem beszél az ember, olyan lesz, mint a bálvány, csak egyet lát. Lamúr, kész, egyéb semmi. Aztán, amikor kezd magához térni, ja. Jól döntöttem? Ja. Nem siettem meg kicsit el? Ja. Mert soha nem jártál, tudom. Csak a rossz gyenge keresztények mindén azok jártak így. De kitartasz, kitartasz, és Zóra figyelsz, és nem a menekülést választod, se nem az ellenállást, nem az engedelmességet az uregijei iránt, Ámen, akkor kezdik cserélni a bort. Egyre jobb, egyre jobb, egyre jobb. És a jó bortól, hallottam én, soha nem rúgtam be jó bortól, most már nem akarom kipróbálni semmiképp, csak hallottam, hogy két ember nagyon berúgott jó bortól, régi, jó minőségű bortól, és annyi volt, hogy nem tudtak felállni és elmenni egymás mellő, Csak beszélgettek. Az őszintességi roham elkapta őket, ugye az in vino en veritas, ekkor érvényes, szelíd, jámbor, őszintességi roham. És nem bírtak elmenni egymás mellett. Na, no, ilyen egy jó házasságnak, mikor ott van az őszbe, az ősz hogy őszinték egymással, jámborok, és nem hogy elhagyják egymást. Semmi pénzi. Semmi pénzi. Nem. Mert van egy elmondata, hogy akinek jó van, az nem cserél. El akarsz hagyni nem drágám. Jobbat nem kapok, rosszabb nem kell. Minek? Minek? Maradok. És teljesen még sehova. Itt maradsz mellettem. Jön a karácsony az ember gondolkozik, hogy a ajándékokon ezért nagy bajba vagyok. Mert ugye a feleségemnek ott vagyok én, így megvan mindene. Mit tudnék venni? De tudod, milyen sokba kerültem? De tudod, milyen sokba kerültem én? Milyen drága? Milyen Mekkora az értékem? Milyen drága árat fizettek értem? Hogy tudjak én ennél többet fizetni? Értékesebb ajándékot hozni. Valami kicsi aprósággal megpróbálkozom, szánalmas próbálkozást teszek, aztán maximum kapok egy választ, hogy szép. Uh -huh. Köszönöm, nagyon kedves vagy. Jó, kitesszük majd oda. Az ajtó mögé. Polcra, kamrába. Tehát bibliai családmodell. És még kell erről újra és újra beszélni. Tehát említettem, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok Samuért. Az úr áldja meg, örökké éj. Szeretett hallani, mondom is. Amíg találkozunk annyiszor. És azoknak a tanításokért, és azokért a tanításokért hálás vagyok, amíg a hídgyülekezetében kaptam, és innen, vásárhelyről. Előtt is mondtam, hogy majdnem az összes kijelentés meg tudnám mondani, melyik, hát hol ültem, amikor az úr szólt, ezeken az alkalmakon keresztül hozzám, és valamit a bornak a minőségén javított. Leszűrte, újra töltötte, és valami plusz adott hozzá. Egyik ilyen az a tanítás Fodor Sándor szájából, amikor a házasság négy évszakáról beszél. Akkor értettem meg, az első 10-15 év az tavasz. Ember, hát akkor mit, mit pattogsz, hogy viharos időszak van? Áprilisi időjárás, egyszer fú a szél, máskor virít a nap, kapod a napszúrás, jössz helyre, leszel rosszul. Teljesen jól működik. Normális. És senki nem akar tavasszal aratni. Mindenki ült, de mi akarunk aratni? Há, meg először gyomlálni kell. És majd meg fogom ezt mutatni más szemszögből, megpróbálom, és már előre elnézést kérik a férfi testvéreimtől, barátaimtól, picit többet fogunk a férfiakról beszélni, erre mondják a nők végre. Először a férfiak, mert ők először teremtő, aztán végén beszélünk a nőkről is egy keveset, jó? Ők sem maradja ki, maradjanak kijelentés nélkül. De mivel, és miért mondom ezt? Mert az ige alapján meggyőződésem, hogy a férfi a családnak az alapja. Nem a kupás cserép, hanem a fundamentum. Azt akarja Isten, hogy önök legyünk, mint Krisztus. Krisztus mi? Az alap. A szegletkő. A kőszikla. Mi ilyenek kell legyünk a család számára. Egy, egy normális bibliai férfi el kell tudja hordozni a családjának a terhét. A feleségét hisztitől, kitöréstől, betöréstől, mindenestől, úgy, ahogy van, és így tovább. És ezért kell visszamennünk az alapokhoz, és megpróbáljuk azt helyre rakni, mert a társadalomban, a világban ez van a legjobban megtámadva. Példabeszéd könyve mondja, hogy nem mozdítsd el a régi határt mert nem tudod, hogy miért van az ott. És mihelyt ezt a régi határt, az ősrégi határt, a házasság szövetségét elkezdték lazítani, jönnek a problémák. És úgy gondolom, soha nem volt ilyen könnyű kitűnni a sokasságból, különcnek lenni, extrémnek lenni. Ma, ha normális házasságot élsz, mármint a bibliai normák szerint, mert nem mindegy, milyen norma szerint vagy normális. Jó? Na, világ szerint sült hülyék vagyunk. De a bibliai normák szerint, ha élsz házasságot, egyből kitűntél. Nem azt mondják, hogy kitűnő vagy, extrém vagy. És nem mindegy, hogy milyen családmodellt követünk mi. Mert van muzulmán családmodell, van nyugat-európai családmodell, van székely családmodell. Az nem jó. A székely családmodell szerint az nem férfi, egyszer nem verte meg az asszonyt. és azt mondta nekem, hogy még jegyesség alatt meg kell verni, hogy lássad, meg tudod-e verni? Nehogy forduljon a kocka. És a székely családmodell szerint az nem férfiak egyszer nem csalta meg az asszony. És a mi kultúrán szerint a sör nem ital, az asszony nem ember, és a medve nem játék. Na ennek a filozófiának 66%-ában megtértem. Megint is a sör ital. Tehát azt láttam, isszák. Nem késsel villával eszik. Tehát ital. Amelyikben van alkohol, az még futószöget el is állítja. Az asszony meg ember. A Biblia azt mondja, hogy az asszony az ember. A medve viszont tényleg nem játék. Nem micimackó. Nem. A micimackó méretű maci is leszedi a, a, a profilt, át tudja rendezni, profilképet kell utána cserélni a Facebookon. Mert tudjátok, ameget medveszik a kezedből, az a lábadból is fog enni. Előbb-utóbb. Nem játék, jó? Nem háziállat, nem simogadjuk. majd a mennybe lesz, nekem is a kertembe egy. Addig meghagyom ott őt. Nyugodtan, párhuzamosan éljünk. Nem jól keresztezzük egymás útját, úgy nem integetünk, ennyi. Szép, hálás érte, tényleg egy csodálatos teremtmény, impozáns, járása is, a nézése is. Minden impozáns ott jó helyt van. De nekünk bibliai családmodellt kell megélnünk, és, és a szó az a modellen van, hangsúly, vagyis egy olyan, Típust kell éljünk, ami vonzóvá teszi az emberek számára a házasság szövetségét, szerződését. Mert a tapasztalat nem ezt mutatja, hogy ez jó lenne. Pedig jó házasságban élni. Jobb házasságban élni, mint égni. Sokkal ennél, az égésnél még egy bukdácsoló házasság is jobb. Ámen. Azt mondja a Pál Apostol Timóteus levelében, mondja Timóteusnak, hogy te légy minta. Példa legyél az emberek előtt. Sőt, Péter mondja, hogy legyetek példányképei a nyájnak. Egy görög szó, amit ott használ, ugye hídgyűlis prédikáció, nem lehet. Nem, nem, eredeti, ha nincs szó magyarázat benne. Tudjátok, az már védjegy, hogy a görög meg a héber szavakat meg kell magyarázni. De mit csinálok, olyan fantasztikus ez? Azt mondja, hogy tiposz, típusai legyetek, öntő formái legyetek a nyájnak. És ez nagy felelősség. Nem tudom, vette e észre, hogy pár év után meg észre lehet venni egy emberen, hogy a gyülekezetben kire nézett fel, kinek az öntő formájára lett kiöntve az ő karaktere, a hívő karaktere. Még a szemét is úgy mozgassa, a hangsúlyt is úgy lejti. Tudod, kire nézett fel? Ez számomra ijesztő? Ekkora felelősségem van, az ember, mikor megtér, és erre készülünk, hogy jövő héttől erre maximális kell figyelni. Egy ember, mikor megtér, mit csinál? Újra megszületik. A jelleme képlékeny lesz, mint egy megolvat érc, vagy tudom is én bármi. És keresi az öntő formát mert nem tudja, hogy a kereszténységet eszik, vagy isszák, vagy hogy van, vagy mint van, hogy kell köszönni. Dicsőség az Úrnak, dicsértessék, Isten áldjon, hogy kell? Így kell. De ez a legkisebb. Na megkéri, te, te, hogy, hogy tudsz megbocsátani? Én hogy bocsássa meg ennek az embernek? Erre mondod, ha megvan írva, ne, 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 tedd el a Bibliádat szépen, magadnak otthon, te olvassad, neki mondd azt, úgy, mint én. Te, hogy lehet ebben a mai világban megállni hűségben, hogy ne csal meg az asszony, vagy ne verd meg? Úgy, mint én! Ha nem lehet, nem mond nekem. Hát itt vagyok én. Ne az igét mutasd neki, hanem mutasd be neki az igét. És ez a helyzet az házassággal is, hogy a mi házasságunkért dolgozni kell, hogy ilyen legyen. Mert figyelnek. Ne aggódj szomszédok, fülelnek. Nem a titkosszolgálat fülel téged, szomszédok. Elmész a bódba, ahol tudják, hogy te hívő vagy. És szól a telefon. És hív a feleséget. Te mi? mi van ma megint? Halig jöttem otthon, már hívsz? Na. Hívő. Így én is tudok beszélni, hogy feleség vagy, és tudják a környezetben, hogy te hívőasszony vagy. Hív a férjed, mi van malackámmal, megint hívsz-e? Hogy menjek haza, ne csinálj már, ne szöktessél engemet. Hm. Semmitől se külön, mint mi. De azt látják, hogy a bibliai értéket hordozzuk, és tényként el kell ismerjék, akármennyire nem tetszik hogy neked jó a házasságod. Jó, azt nem tudják, hogy ebbe bele lehet őszülni. Jó, idegrendszert meg lehet lenni, és a többi, De megéri. Már ezért is megéri, a többi majd mindjárt beszélünk. Akkor megkívánják. Mert mindenki szeret jó házasságban élni. De van annyira el van terjedve a székely családmodell miatt, és a magyar családmodell miatt, hogy jól van, nősül meg, neked se legyen jobb, mint nekünk. Na, neked is bekötték a fejedet, neked is annyi. Jó, most már házi nyúl lett belőle, nem lehet rávadászni. És úgy tovább. De mikor el, látják, eltelnek évek, nem mikor össze, összeházasodtunk mi, akkor volt egy szomszédasszony. Jó, jó, beszélünk két év múlva, imádkoztunk, úrunk, tarts meg két év. Két év múlva, na, jó, 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 beszélünk majd még három év múlva. Aztán beszélünk majd, mikor eltelik a nyolc év, aztán abba hagyta. Most már el kell ismerni. Közben az Isten kegyelméből még állunk, és bízunk benne, az úr megtart. Megtart bennünk. De ezért fontos, hogy dolgozzunk a házasságon, dolgozzunk a kapcsolatunkon, és nézzük meg, hogy mi az az a bibliai családmodell. A bibliai családmodellhez, hogy modell legyen, kell két modell. Nem alkat, nem, nem, nem centi, kiló, stb. magasságmód, nem, hanem karakter, modell karakter. Kell egy bibliai himnemű férfi. Ez fontos. Kell egy bibliai nőnemű nő. Ez is fontos. Képzeld el a teremtés könyvében, Isten már gondolt erre? Jó? No? De ezt kell hozzá. És hogy mi a házasság? A házasság a társadalom alapja. Sehol semmi nem volt, még asszony se volt, mikor Isten létrehozta a házasság intézményét. Szegény Csóró Ádám egyedül volt a Bédenkerben, nézegette az átokot, és már azt mondta neki Isten, annak okáit elhagyja a férfi és anyját. Jé, zavarba volt, mint anyám napján, mi? Melyike? Anyám, hó? Utána a házasság az a paradoxonok világa. Vagy nagyon-nagyon-nagyon jó, vagy bocsék. Vagy tele reménység, vagy teljes reménytelenség. Vagy egy álom, vagy egy rémálom. Vagy maga mennyország, vagy tiszta horror. De hogy lehetséges az, hogy valami, amit Isten alkotott, az ilyen ellentétes legyen, vagy-vagy. Kin múlik? Na, a házasság egyértelmű, hogy Isten terméke, Isten produktuma. Amen? Ő hozta létre, ő találta ki. Szerintetek Isten tévedhet? Itt vagytok, vagy ki vagytok vetítve ide előmbe? Nagyon értelmes tekinteteket látok, embert látok, hangot nem hallok. Ma azt hittem, hogy csak egy vászon így, hogy na, nesze, te egy ergyői, örülj, ennyi embernek beszélhetsz, mondjál nyugodtan, legyen karácsonyod. Tessék? boldog karácsony, mi bold? Nem tud meg, milyen boldog vagyok. Szerintetek Isten tévedhet? Isten tökéletes? Nem hallom? Yes. Hát ő is hallja, hogy mit gondolunk róla, csak azért. Tökéletes. Isten hibázhat. Hogyha a házasság Isten produktuma terméke, akkor az rossz. Hát ez már nem volt, jön meggyőd. Az előbb. Nö Innen indultam, neki futok még egyszer. Hogy a, is, hogy a házasság Isten terméke, produktum, akkor a házasság rossz? Nem. Rossz? Nem. Na azért. De akkor mi van az, hogy mégis ennyire ellentétes, hogy ennyi házasság tönkre megy? Hát miért megy annyi számítógép tönkre? Miért megy annyi telefon tönkre? Amikor megveg. Hányan vetetek már a telefont? Emlékszem, hogy kinyitottad a dobozkát? Mi volt először a szemed előtt? Tiszta új nyomtatvány, fiam, nyom, egy papír. De az annyira nem érdekel, már nem is emlékszünk. Szt, már repül is. Pedig azt így, hogy manual de utilizare. Használati utasítás. Ja, ennyi papi pazarlás, szegény erdőt így írtsák. Telefon a lényeg ember, én is nem butonálni. Beton kapcsolni, már láttam, hogy kell. Nem? Nem kell nekünk az. Elromlik? Nem. Számítógép, felhívják a számítógép szervisz. Jó napot kívánok! Az a baj, hogy a számítógép letölt a pohár tartója. Milyen pohár tartója? Hát ugye oda volt egy gomb, megnyomtam, ki, nagyon jól a, a kávés, bennem most meg letörött. Megtörtént. Megtörtént. Az hát autóban is van, kiúzom, bédezem a kávét, nyugodtan lehet vezetni. Gondoltam, tesz nézek egy filmet, ott van benne a kávé, lehet, hogy szűcsögetni, és kész van. Eddig olyan jó B-ment kijött, B-ment kijött. Tata! Az CD-olvasó, a, CD a mi fiam. Hozza be. Miért? Mert nem olvassuk. Hát könnyű a számítógépet, nem működik. Legnyom, megnyomod, kilépsz a programból, visszalépsz, működik. Csak a házasság nem ilyen, lépünk is, lépünk vissza. És ezért, mert nem használjuk a használati utasítást, félretesszük, ugyanígy. Vagyunk ott, hogy a házasság a paradoxonok, ellentétek világa. Minek? tudom, láttam anyám még, hogy csinálják. Hát, úgy én is tudom csinálni. Hát azt mondom, meg kell várni, csend van. E hónapig, ne? Kész. A férfit el kell intézni, kész. Megvannak a praktikák, jó, hogy csinálják, de a gyümölcse az megvan. Itt a nagy lehetőség emberek. Ennél jobb és alap evangelizációs módszert nem tudok, mi jó házasságban él. Ezért a házasság nem magánügy, közügy. Ha te házasságod nem működik jól, az fáj nekünk is. Otcsó reklám, rossz reklám. És ez nem úgy van, mind az üzletvilágban, hogy a rossz reklám is rekl jó reklám. Nem. Ez nem működik. Az a rossz reklám, elrettentő reklám. Én mikor megtéltem, és elkezdtem szolgálni, egy rózsaszín felhőbe éltem, mondjuk elég hamar felébresztettek belőle, azt gondol gondoltam, hogy itt a híd gyülekezetében olyan, hogy vállás. Ne csinál! Mindjának. Itt itté! -e? Nálunk egyszer száz százalékos nem lesz érted? -e? Nem. Mert itt olyan tanítás van, itt olyan kenet van, itt olyan tűz van, itt olyan minden van, hogy itt nem lesz. Aztán. El kellett ébredni. És a valóság fáj. És az egésznek az alapja az nem tartsuk be a utasítást. Még nem voltunk megesküdve, nem voltunk megtérve, csak össze voltunk állva, mint a lovak az árnyékba. Na, az nem más. De vettünk közös erőből egy mosógépet. Jó nehéz volt. Hazavisszük. Egy csomagoljuk. Papi, ne dobd el. Hülyeség beteszem a tudom én is be kell dugni, rá kell csavarni, meg kell engedni a csapot, be, ott van egyszerre, itt a program, indít, de vész, megy Egy órát ment, jött a csavarás. Jár ne. Jött ki a fűdő közepén, menj vissza te, jött ki, menj vissza te. a rossz kutya úgy csinált. így szökött. Idegbeteg, milyen baja van? Gyorsan le kellett kapcsolni, mert szakadt szétszegni, úgy zakatot, Víz, igen, van, vize, van. Nem ért, én csak el. Uf, megint meg. No, mégis csak hozd ezt a papírt. Nagy értelmesen én is. Van. Kettőt lapoztam. Az első képen így megvolt az, hogy átlátszó. És van egy nagy betonkocka az aljában ellensúlynak, és hát csak volt egy kis vasúdacska. Hogy ne mozogjon a szállítás közben. Csak azt nem vettem ki. Hát nem látszott az el, ugye, elsőre. És sokszor ezért nem működik a házas, sem van a küllő között egy kis rúdacska. Egyet lapozol a Mózes könyvéhez, mindjárt kiderül, mit kell kihúzni. Lapozzák kélek az egy Mózeshez, innen fog felolvasni pár igét. Ez a mennyek országának alkotmányának az első törvénykönyvének az első fejezete, paragrafusa 26. bekezdés. És a 28-asig, majd a második paragrafusból is olvasunk. Így szól, mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és haslatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mint az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremti tehát az Isten az embert, az ő képére, Isten képére teremti őt férfiúvá és asszonyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondja nekik Isten szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Második rész, paragrafus 15-ös bekezdéstől, a 18-asig, majd a 22-stől. És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. És parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. És mond az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítőtársat, nem segítgető, kisegítő, hanem segítőtársat. Hozzá illőt. 22-es vers. És alkotá az Úristen az, az, oldalbordát, amelyet kivet vala az emberből, asszonyja, és vívja az emberhez. És mond az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testi. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala. Ámen. Ámen. Ebből csak pár szavakra épül a mai üzenet, hiszen annyira tömény az alapja a házasságról szóló kijelentésnek, hogy szinte versenként lehetne egy-egy komoly, sorsformáló üzenetet ráépíteni, kihámozni, de itten, ahogy mondtam, jó bibliai családmodellhez két modell kell. Egy bibliai férfi modell, és egy bibliai női modell. És sehol nem beszélünk magasságról, kilókról, kinézetről, hanem karakterről beszélünk. Mi az, amire szüksége van egy férfinak, mi az elvárás a szembe, és mi az elvárás a nővel szembe. Azt múlvastuk itten, hogy Isten eldönti, hogy teremtsünk embert. Még egyszer, Isten téved? Hibázik? Amikor azt mondta, teremtsünk embert, hibázott? Amit Isten teremt, az jó? Jó? tűköbben nézel, jó? Isten alkotása vagy. Isten gyermeke vagy. Isten nem mellett kimondani, jó? Mikor a tűkőben nézel, mit látsz? Jót! Amen! Nem tévedett Isten, mikor téged életvilágra hozott? Nem mondta azt a mennybe, jaj! Egy kicsit nem figyelek oda, már nem illett. Aki a hajszálak számát vizsgálja, nem vette észre, hogy te megszülettél? Ne nézzek kicsit, elfogdok már ezek hülyésként. Ne, Na, most ezzel mit kezdjek? Na, mindegy. Szerinted véletlen az vásárhely szemszögéből, hogy te vagy megtérve itt? És úgy gondolod, hogy sokkal vagányabb és nevesebb emberek még nincsenek megtérve. Ha hát de én, én sógor, én. Hát én bocsánat, hogy megszülettem, többet nem fordul elő, elnézést kérek. Bocsánat, hogy hívő vagyok, de hát no. Ez dobta a gép. Hm? Te nem gondolod, hogy Isten kinézi belőled, hogy te vagy egy hiányzó láncem az ébredésben? Annyira fontos személy vagy, még ha ott a sorokba ülsz is, közben dobsz a egyet-kettőt, hogy Isten arra, ha van mit, ha nem csak úgy fényezed, mindegy, de nem gondolod, hogy miközben magad lenézed, azt mondod Istennek, hogy Uram, te hibáztál, mikor én megszülettem? És azt mondja, nem, te azért vagy, mert én akartam. És téged használni akarlak. Ha csak annyi a dolgod, ha annyi lenne, de nem ennyi, de ha csak annyi lenne, hogy már házasságban élsz, vagy már nagyon tombol benned a hormonfesztivál, hogy te meg kell nős, és félhez kell menni, és megteszed, és azt jól csinálod bibliai módon, és annak hatására egy embernek is az élete megváltozik, egy családnak is az élete megváltozik, mert úgy akar élni, mint te, és ennek következtében az ő gyerekeinek az élete is megváltozik, és lehet, hogy abból a családból, abból a gyerek lesz a következő Dávid, Mózes, Illés. Mered garantálni ez, hogy nem? Én nem merem azt garantálni, hogy igen, de azt, hogy nem. De ha csak ennyi lenne a dolgod, már megérte már világot mentettél meg. Már fogsz ragyogni a mennyben, ahogy Dániel könyvében mondja, hogy akik bűnösöket mentenek meg, ragyognak, mind a csillagok. Nem lesz az Isten országában nap, Isten dicsősége ragyog, Leóssza, benne, benned, mindenki lesz, lesz, saját fénye. Ezért nem lesz árnyékod. Mert te leszel a fényforrás. Ámen! És én szeretnék azért jó vattolni ott a mennybe, ott legyen fényerő, nem ilyen kis izé hüttő, bevaló, ledecskeny. Hm? Aki akkor gyúl fel, mikor éhes a banda. Ati akkor is, a gyorsan csukd be, mert leolvad fiam, ne Nem, olyan fényt akarom, hogy a stadion kivilágít. Lága, minimum. Mert te nem? Te nem vagy egoista, én az vagyok. Azért szeretem szolgálni Istent, azért szeretem építeni az egyház, nem az annyira az emberekért. Idő után az is átváltoz, és ilyen szeretem az embereket, az jobban szeretem a családomat. És szeretném, hogy megmeneküljenek. És azt mondta, építsd a bárkát, ha azt hogy megmeneküljenek. És akkor kiépítem a bárkát, önző célból. És közben majd az embereket is megszereted. Rájössz, hogy milyen fantasztikus az egyház. Színes jellemekkel. Tele külön különféle emberekkel. Edző partnerekkel. Egyik a megbocsátásodat edzi, másik a türelmedet, hosszú tűrésedet, másik a még hosszabb tűrésedet. És jobb ember leszel ezáltal. Én nem tudok olyan helyet, ami jobb lenne, mint az egyház, hogy megváltozzunk. Ámen. Úgyhogy ez a kihívás, hogy ok legyünk, és ehhez alap jó erős kell legyen, hogy bibliai családot é tudjunk létrehozni, bibliai férfiakra van szükség. Nézzük meg, mi az elvárás a bibliai férfival szemben. A második paragrafus 15. bekezdésében olvastuk, hogy Isten fogta a férfit az embert, és behelyezte az édenben. Az éden mi Isten jelenléte. Az a folt, az a színfolt a Földön, a Isten figyelme jelenléte irányul és érzékelhető, olyan, mint egy nyitott ajtó lenne a mennyből, egyenesben száll Istennek az áldása. És neked is van, és nekem is van ilyen foltom, ahol nekem tartózkodnom kell, mert Isten a férfit fogta, miután megalkotta, és behelyezte az éden kerbe. És még nem volt felesége. Még nem volt asszony. Mi az feleség előtt most már van, akkor most is érvényes, mert nem az, hogy na, amíg lesz feleségem, maradok Isten jelenlétében, addig könyörgök, uram, egy jó asszony, te jó, jó nénik, valamit, valamit, uram, áldjál meg vele. És milyen megáldott arra a fejbe, már kislipsz az édenkerből. Na már meg, van, amit akartam, mehetek. Aki még nem vagy férhez menve, egyedülállók, hányan vagytok itt egyedülálló nők? hát, lennék forma. Hányan vagy? De így fogtok a konyhába viselkedni, ajánlom egyedülálló férfiak, gyorsan választhatok, mert az maga lesz a mennyország. Hányan vagytok egyedül állók, fiatalok, korosabbak? No, fel a kezeket, lássa, bátran. Na, 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 na. Ne félj, nem húzlak csapdába. Jó dolgot mondok. De arra kérlek téged, mikor oda kerülsz, hogy fégyet keresel magadnak. Fé úgy ne, úgy, 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 úgy tájékozódsz. Ne a bokrok között kerest, hanem Isten jelenlétében. Ma a bokrok között csak boszketárokat kapsz. Mert a férfi Isten jelenléke nélkül hajléktalan. Jó? Mi felénk boszketár. Az így, jaj, én úgy szeretlek. Uh -huh. És mikor volt -e autójára Édenbe? Ugye vagy? A szó Hát ez eltűnt az az önvízkor. Hát én tudom a Bibliát, nem mond. Olvastam egyszer. Láttam rajzfilmen. Tehát szereti Isten jelenlétét. Ezáltal szereti Isten dicsérni. Szereti Isten magasztalni. Nem olyan dicset adni. Halleluja. Hmm. Hazamegy. Add vissza a játékom. Az meg van, neki. Áh. De vagy, vagyok, ne feledd. És a tányíról, nem baj, ha nem ismered, nem baj. Jobb a dicséret. Azért ez a, akit megtisztít a vér, az úgy, úgy, már úgy, úgy bántam, nincsen, úgy, mint egyesül. Mi? Nem lett. Hát Dávid szerinted mit csinált? Ha akkor lett volna ez a dicséret, biztos el, volna a haját. De el is engedte a ruháját, mindenit teljes erejéből táncolt az úr előtt. Elmondok egy titkot, de nem mondjátok el senkinek. Akkor friss megtért voltam, hallottam ott egy Derek Prince tanítást, ahol beszélt elő, hogy teljes erőből táncolni az úr előtt. Akkor volt az időszak, hogy megtértünk, a mennyasszony haza egy gyergyószám, mikor maradtam Pesten, rájöttünk, tudod, az ilyen szöveg, hogy jaj, mi együtt vagyunk, de nincs köztünk semmi. Na ez a baj. Hogy érted, pásztor, az baj, hogy nincs köztünk semmi? Igen. Ha lenne 500 km, akkor nyugodtan aludnék én is. A legalább négy méteres betonfal. Csak fiam, ne legyél olyan, mint a wifi, ma az még azon is. És aztán legyen köztünk valami, hogy tudjunk megmaradni, legalább valamennyit tisztulni az esküvőig, Lehet 650 km a nagy áldásot. Nem az imő távol volt, az az izgalmas készülődés. Akkor mondta, ó, miért nem születtem én keresztény családba? Miért nem tudok úgy belemenni, hogy tisztán? Hát ez már az a három hónap óriási áldás volt. És látom azt, hogy másodgenerációs fiatal keresztények azt hiszik, hogy hülyék vagyunk. Mi. Tudod, tolló, van tolló hátamon? Ha? Pilisi? És mégis madárnak néznek. Ja, az öregem. Oh, na, mi, 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 na, mi, na, mi, na, mi, 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 egy nézegetőt, Olvassuk az igét. <laughs> Már öt éve együtt, de nincs köztünk, akkor majd minek előtetitek, ha nincs köztetek semmi. Öt év. És hidegen hagy téged. Nem mertem megfogni a kezét. Őszintén. Mondják már azt, aki gyere ide, fogja meg, ide emelni, az enyém volt, kész. Ajde, ide, ide, mellé. Jó? Tehát a bibliai férfi szereti Isten jelenlétét, szereti Isten dicsérni, szereti Isten magasztalni, az életének, az örömének, a boldogságának a forrása. Az a férfi, aki szeret Isten jelenlétében ülni, az nem fog téged megverni. A másik az, a boszketár az boszketár az. Következő, azt mondja Isten igény, behelyezte az édenkertbe, hogy művelje azt. Tehát dolgozik. A bibliai férfi dolgozik nem ismeri a munka parancsát, parancsát, amelyek abból egyik így szól, hogy úgy áll hozzá a munkához, hogy más is hozzáférjen. Na, ne aggódj, nem tudsz két helyet ember dolgozni, csak egy hely, egy, egy ember helyet tudsz dolgozni. Tudsz többet, de akkor is csak magad helyet dolgoztál, nem kettő helyet. Jó? Akarja a férfiak, akarjátok Istent teljes időben szolgálni? Ki az, aki teljes szolgál, szolgál, szeret lenni Isten munkában? Jó, Elmondok egy titkot. Hogy lehet ezt megcsinálni? Ugyanaz a művelet, amit majd hétfőn reggel megcsinálsz, vagy mammon szolgálatában, vagy Isten szolgálatában. Miért kelsz fel? Miért mész munkába? Ha menni, a munkába menni kell, ha valami meg kell élni, mammon szolgálat. Miért mész dolgálat? Ha kirúgnak, nem lesz pénzem, mammon szolgálat. az emberünk, az fel kell, miért mész munkába? Mert meg van írva hogy dolgoz, ne legyél szegény. Egy. Meg van írva. Dolgoz, mint Krisztusnak. Amen. Ugyanannak a főnöknek, mert ezt jövő héten ezzel a hozzáállása már Isten szolgál teljes időben. Hát nem fantasztikus. Csak akkor kiadja a fizetést, akinek dolgozó. Hazamez. kevés, leteszed. Főnök, amit ezen az emberen keresztül küldtél, az kicsit kevés. Nem lehetne valahogy egy kicsit Megemelni. Ő is megemelt az asztalról a kezembe, de én másképp értem azt az emelést. És ki fogja pótolni? De nem úgy, hogy te öt év múlva is ugyanaz a lapátolási technikáért ma ezer eurót akarsz kapni. Semmit nem fejlődtél, maximum a keményebb, de nem akarsz tanulni semmit. Nem. Képviselj értéket. Ez az, hogy nem csak dolgozol, művelsz, értéket teremtesz, tanulsz, fejlődsz. Az bibliai férfinak van látása, tudja, most itt vagyok, most csak azt tudom, hogy kell a lapátot fogni, és kicsit arra valamennyi homokot. De tudom, hogy tíz imú a hol leszek, mert neki fekszek, tanulok, tudom, mit szeretnék. És ezt meg fogom csinálni Isten segítségével. Ámen! másik művelni, ez annyira fantasztikus ez, alkotni, értéket létrehozni, hogy, a, hogy, ez az ember, a bibliai ember, ez a férfi, még nincs, még mindig nincs felesége, még mindig nincsen, mindig, ami a kezek közül kerül, abból a maximális jót akarja kihozni. Ez nagyon fontos. Maximális jót. Ha valami ez neki fog, az a jobbat akar kihozni, mint múltkor. Mert van olyan is, hogy adsz a kezébe valamit, és rosszat hoz ki belőle. Nem mindegy. Rosszabbat csinál. Itt vásárhelyen hallottam, ez nagyon tetszett, hogy vízgáz szerelők mellett volt egy egyszerű, kétbittes segéd. De jó segítség volt. Mondták, ne fiú, míg lemegyünk a nyakolajat bevesszük, hogy ennyi korogjon a nyakunk egész nap, addig itt fúrjál egy lyukat, hogy két négy méteres csővel tudjunk átmenni. Jöttek vissza, fali meg bontva. Mi csináltál, fiam? Hát, tudjunk átmenni két négy méteres csővel. Hát, de menni, még vissza is lehetett menni. Ide is, oda is. Ne ez az, mikor a hülyeség a párosul. hozta a maximális rosszat egy dologból. De nem erre gondoltam. Mert mit csinált? Művelt. Mert jöttek. Mit műveltél te? Mű, A művel Megművelt a falat. Művelni azt jelenti, hogy kezedbe adnak valamit, és sokkal jobb állapotba adod vissza. Amen! Nagyon fontos hölgyeim, ha már van egy férfi, aki nem művelő, én kis kertész legény vagyok, akkor imádkozzál, az legyen. Nem mondd, hogy ott, hogy no hallottad? Megmondták, látod? Ne. Imádkozzál, Uram, agy halló füleket, befogadó szíveket. Szíved neki. Ámen. Mert, hát én nem ébredtél fel, felébreztelek, Férfiak, ideális nő nem létezik. Tudod, mindig azt mondtad a feleségnek, hogy ő az ideális. Elhitte. Hát azért nősültél meg, mert elhitte. Hát? Most érzem, hogy készülök megbotránkozni, mert mi, mi, lesz ebből? Mi, mi, mi? Miért? Mered azt mondani, hogy az álmaid nőinek az a te, Mióta arról álmodom, hogy egy ilyen feleség megy, aki pont így hisztizik. Hm? És ennyiszer havonta. És ennyi kicsi do... ilyen, ilyen piti dolgokért is. Te az álmaim ne továbbja vagy. Hm? Mert pont ilyenről álmodtam, aki így sír, bőgri, mint te. Vagy ilyen depressziós, mit tudom én? Nem. Az álmaink nője az itt létezik. Csak hogy. Amikor megnősülsz, akkor mit kapsz? Nyers anyagot. Materie prima bruta. Nem prima primissima. Csak nyers anyagot kapsz, amit mit kell csinálni, meg kell műveljél. Nem hiszed. Efézus levél 5. Lapozál gyorsan oda. Olyanok kell legyünk, mint Krisztus, nem? Efézus levél 5. Így szól. A Károly Gáspár, meg oda, is, oda van ír a kis címnek, házastársak kötelességei. Nézzük ezt a férfit. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Miért? Hogy megműveljen nézd csak. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az igáltal, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen seplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Ámen! Hölgyeim, ha férjed egy igazi istenfélő férfi, akkor tudja, milyen feleségnek lenni. Tudja, milyen mennyasszonynak lenni. Tudja, milyen engedelmeskedni valakinek. Tudja, milyen az, amikor valaki elviseli a hisztieimet. Mert tudnak a férfiak duzzogni, nem hiszni, duzzogni. És mm. Így jobban Mi mm. a Semmi. Mm. De azért elmondom, azért, 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 azért. azért. Mm. Nem? Tudom. Én. Mm. És nézd itt van Krisztus. Mint a Krisztus. Olyan férfiak legyünk, mint a Krisztus, záróját megnyitok, jó? Mindjárt visszatérünk ehhez. Itt van Krisztus. Kinek példaképe Krisztus? Kezeki olyan férfival szeretne válni férfiak közül, mint Krisztus? Jó, halleluja, jó helyen vagyok. Hászám stimmel. Oké. Okay. Krisztusnak, a megváltónknak, a halál egyőzőjének, a sátán szájonverőjének, abba az katartikus pillanatban, abban a hatalmas győzelmi pillanatban, amikor feltámad, mi volt az első dolga? Pont legyőzte a halált, lefegyverezte az ördögöt, a sátánt, annak minden seregét, feltámadta a halottaiból. Mi volt az első dolga? Legtöbben mondanak, hát felment az atyához a mennybe, bemutatta a vért. Jó, olvasott tovább az Evangéliumban, hogy harmadnap hűvös reggelen valami asszonykák mentek a sírhoz. És a sírt hogy találták? Hogy? És mi volt ott a fekhelyen? A leplet összehajtva kapták a fejrésznél. Leesett? A világ megváltója, a halál legyőzője. A sátán lefegyverzi, el, feltámad, és az első dolga ebben a nagy győzelmi mámorban összefogni az ágyad maga után. Itt kezdődik a Krisztusi követés. Erre mondják azt, hogy prédikálj, te szó, mondjad, mondod, 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 Haj, tapsod meg én, hölgyeim. Hát magamról is beszélek. Ahogy elmondtam, alkalom vége. Felkelek az ájból, felesége. Na mi van Krisztusi ember? Na. Nem tudom, mi, mit gondolhatott. Feltámad, jaj, jön Mária anyám erre felé. Meghallja Mária, feltámadt a fiam, folyam, nagyon összefogta az ágyad maga után a torinói leplet. Szóval az igazi férfi szeret Isten jelenlétét, és szeret rendet rakni, szeret dolgozni, és művel. Alkot, 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 jó? Tehát, zárójel bezárva, Krisztus a példaképünk, amit követni akarunk, ezért rendet rakunk. Akkor eszünkbe jut. Erre iszok. Is műveli az egyházat? Hogy kapta kész ez Jézus az egyházat? Nyersanyag, szeplő, bibircsók, pattanás, kócos, sáros, olajfótos, hisztis, nyűgös, álmatlan, szétvert, meggyalázott, ezek vagyunk mi. És mit mondod? Ha nekem ilyen mennyasszony, nem kell. Hát ez csúf, mint a kölcsönkérés. Hát az ilyen maradjon egyedül. Nem. Mindenki által megvetetted, lenézetted, azt adja -e nekem. Nekem kell. Mert én megtisztítom. Én megmosom. Én minden szennyfozott lemosok róla. Én helyreállítom. És amikor onnagam elé állítom, akkor tiszta lesz. Fethetetlen. Szeplőten. Sümölcs. Pattanás nélkül. Gyönyörű lesz. Nem fantasztikus? Ilyen gond is van az egyháznak. Ilyenekkel legyünk mi? De amikor én megnősültem emberek, ezt el kell mondja, itt a feleségem. Lehet, hogy megver utána majd ezért, de... Dehogy vel, csak viccelek. Nekem ő nem parancsol. Elég, ha rám néz! Elmondhatom? <laughs> amikor megnősültem én, Meggyőződésem, hogy elvettem a világ legszebb, leghisztisebb és legféltékebb nőjét. Még jó, hogy keltes házban laktunk, és volt hasogatni való bogosfa. Göcsösfa. Ah, hogy ment az olyankor? Mikor kapaszkodtam bele a reménységem igébe, a jó bort a végetartogatja, ahá, egy bükfa, Adok én, te. Hét közben a fejsze visszapattant róla. Akkor szökött kette, csutaken? Nem tudom, honnan volt annyi erő, de többen tudjátok bős nagyapámnak a mondását, ő azt mondta, 13 éves voltam, egy életre megjegyeztem, Fiam, jágyj ez még. Az asszonyt ütni nem szabad, rugni sem, mellékesen mondom, mert az asszony olyan, mint a lisztes zsák, ha ütöd, csak a finomja kibelőle. ki belőle. Zom. Megmondta, egy életre megtanultam. És ilyenkor nem ütjük meg, megyünk fát vágni. Mert nálunk az elsőben volt az első világháború, a másodikban a második. De jöttek a tanítások. És rájöttem, hogy kell változzak. Én. És sokkal könnyebb nekem változni, mint őt megváltoztatni. És akkor nem tudtam volna ezt így megfogalmazni, de hogy művel nem kell. Tudtam, mit vállalok be, tudtam mennyire hisztis, tudtam mennyire féltékeny, tudtam mi a baja, de azt mondtam, kell ez nekem. Jézus mit mondott? Kell nekem ez a mennyasszony, ha belehalok is, és, és belehalt. Ő ezzel kezdte, mi ezzel végezzük be. Jó? No? De művelned kell. Olyan férfi, az nem ennyi hozzá, mert nem akar téged művelni. De ahogy tudja művelni, művelt kell legyen. Ámen! Nem tetszik? Nem tetszik, hogy, hogy, hogy van öltözve? Nem tetszik, hogy viselkedik? Mutasd meg neki! Tanítsd meg kedvesen! Mint ahogy a legény elvitt az egyszerű lányt az étterembe. Ott, oh, szerette, oda volt érte. Nagy no, gyere, drágám, megművellek. Egy drága étteremben. meg szegény zavarba volt, étlapot nem látott életében. Mit csináljon? Leülnek, tessék, néz, válasz. Nézte, fogra, a meg mi. Wellington Szeretett tudom, hogy Wellington az mi az. Nézte, szegény. Jön a pincé, mit hozhatok? Fiú mondja, kedvesem, rendeljél nyugodtan. Hát én azt ennék, amit te eszel. Én halfilét fogok kérni. Ha oh, menjél, te butus, halnak no, nincs is file. Nem majd drágám, lesz file. Lesz file. Bízzál jó lesz. Nem tetszik neked, ha hogy kinéz, vagy aggódsz az egészségért? Nekem meg, menj egy kicsit fogyókúrázzá, dűtázzá, de te így vagy. Mert te legyél ilyen, mint a homokóra. Vagy a kólás régi. Ne, nem tetszik? Gyere, drágám, gyere utána. Menjünk, kocagunk ketten. Ó, ne, ne előz meg, nem maradj mellettem, csak nyugodtan. Vagy nem tetszik, hogyan öltözik? <laughs> Majd egy hogy... Ha? Ha? Na, mit kell csinálni? El kell vinni a shopping helyre. Bemész egy női ruhaboltba. Jaj, bizony. Mindjárt elmondom az én terroromat, rémámomat. És nézd, ne drágám, próbáld fel ezt a ruhát. Tessék, menj be a próbafüggé. Kijönte, Ó, oh, mint Ádám, amikor meglátta Évát. Héberől a férfi is, a nő isá. Hogy lett ez a szó? Úgyhogy Ádám, mikor az altatásból tét magához látta, hogy jön egy kétlábú valami felé. Látta, hogy nem gorilla, nem csimpánz. A járására néz, és még nem látta, csak a járását. Nem mondta ez ember is. Á! Oh. Miért, mert az asszony honnan védetett? Az emberből a kisgyerek honnan vétetik ki? Az asszonyból. Az asszony, mikor szül, belőle kiveszik a gyereket, mint mond, bébi. Hát csodálkozó, hogy a férfi azt a felesének babám. A nő, a feleség az a férfi babája. Mert belőle vétet egy csontomba való csont, húsomba való hús. Jó? Ja? Gyere, bébi, menjünk a shopping mallba. Veszünk neked valami szép lát, ami nekem is tetszik. A hölgyeim, kérlek, értékeld a szánalmas próbálkozásait, jó? Ha valahogy a mai prédikáció után rávette magát, és jövő héten hazafel, akar venni apró figyelmességet, és vesz neked a kínaiaktól egy fröccsöntött papucsot. Kérlek, örülj neki! De kedves férfiak, legyetek kreatívak, ne kéj, minden héten vegyél neki egyet, mert múltkor úgy örül neki, veszek még egyet. Ne, ne, ne. Ha, wow! Kínai, ne csinál! Kínai? Hát, ami ma nem kínai, nem eredeti. Nézd, drága, milyen jól áll. Ugye a szakadás kapna el. Mikor nincs otthon, direkt úgy jár el, kopjon jobban, tudod? Na lássa, örülsz neki. Igen, de legközelebb nem bánnám, hanem a kínai fele, hanem az amerikai fele mennél. Vagy a német fele. De annak is, igen. Jó. Érte, szegény nyomorú. Próbálkozik, no, próbálkozik. De hát kreativitás honnan annyi? Meg kell tanuljunk művelni, mert hát műveletlenek vagyunk. Amen. Jó, művelje az ő feleségét, mint Krisztus műveli az egyházat. Hát tudsz te annál hisztisebb, nyűgösebb, menj az, mint az egyház? Hát miattam már hisztisebb? Hát uram, mikor már, mikor, mikor jön már az áldás, mikor áldasz meg már, mikor, ha már mióta imádkozom? ha egy tud toporzékolni, no aztán annál jobban senki. Hisztibe élen járunk. E mikor lesz már a esküvő? mikor lesz már? És hányszor láttad Jézus kiakadni? Elégem van már be, nem bírok vele ember. Megeszi az életemet. Hallottad így, hogy beszélni? Nem. Kihívás annak lennünk, mint ő. Rendrakásnak kezdődik, tudjátok. Legalább magunk után. Jó, következő elvárás vele szembe, hogy védelmez. Művelje és oltalmazza, védelmez az édenkertjét. Tehát, ha jó féfit keresel, ezek a karakterisztikai. Szereti Istennek a jelenlétét. Dolgozik. Műveli. Van, van látása. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy mennyei látás nélkül elvadul a nép. Az a férfi, amelynek nincs mennyei látása, az se tudja, hogy Isten mit vár tőle, mi az, hol lesz ő majd, valamikor semmi terve. hanem a, a hitből kell élni. Nem kell, a, nem kell, a hitből élünk. Hídből. Nem látásból. Ó, minnyen, ülj benne. Nem a fizikai szemedre gondolok, Ábrahám aludt nyugodtan, sára mellett össze voltak bújva hideg sivatagbatta, kecskebőrök alatt nyugodtan. Egyszer... Ábrahám. Ki az? Uram, te vagy. Gyere ki. Most. Hé, fi, elmúlt. Hideg van, küny Gyere ki. Ó, na, kimegyek. Na, nézz fel az égre. Á, meg mert nem látom még tisztán, várjál. Na, meg a csillagokat. Most? Igen, most nézi, számolja, meg tudod számolni? Nem. Na, no, ilyen sokan fognak számozni magukat az ágyékodból. Látást adott neki. És amikor megvolt ez a látás, mennyei látás, akkor 25 évet simán tudta féken tartani magát. Lesz. Lesz. Amikor fel kell vinni a fiút a hely Mória hegyére, ha Isten megígérte, lesz. Visszakéri, visszaadja, mert ő ígérte. Kibogozza lesz. Volt látása. Na, ha nincs látása egy férfinak, akkor vágyai vezérlik. Akkor vágyainak. fékte. és megvadul. Nagyon tetszik a román fordítás, az, hogy ez egy föl-frú. Fék nélkülévé válik. Megy a lejtőn, nyomná a féke, nincsen. Ő ilyen automata-autóval megy ebbe, csak kizé van gáz. Semmi fék. Tudom, a jobb lábbal kell nyomni, ne aggódja. <laughs> Vagy nézi, másik lábbal nyomja, mert nem lesz jó. Az a kuplunk, ne. Féktelenné válik. Nem tudja féken tartani az indulatait. a kerítés nélkül való városon az a férfi, aki nem tud uralkodni az indulatain. A vágyak, a romlott vágyak csak úgy jönnek és mennek az életébe. Nekem most kell. A jegyesség az, ha nem leszel az enyém, én meghalok, én meghalok. Én azt mondták, hogy legalább minimum hat hónapot várunk, ha nem lehet a művillában hat hónapot várni, én meghalok, nyugodjál békében. Na, legalább meg meg a jegesmed, de várjál. most persze túlzok, meg ezért humorizálom, meg stb. Meg kicsit az élét üssük el. De másképp nem megy, és, és, és van, hogy így megyünk bele. Mi ezek mind hiányoznak, vagy egy része hiányzik. Tehát a bibliai férfi védelmez. Ezért erősebb a férfiak csontszerkezete, ezért erősebb az izomszövetei. Több izmuk van, és másképpen működik. Ha a nő olyan izmot szeretne, mint a férfi, csomó tesztaszeron be kell szedjen, csak kinő a bajusza, a melszőzet, a háta, minden szőrös lesz. Ő lesz, mint koncsita, lesz szakála. Kétszer annyit elt, mint minden férfi, sem lesz olyan izomzata, mint a férfi. Miért? Mert az Isten azért adta, mert ő védelmező. Nem azért van, hogy tudja megválni az asszonyt, hogy ne tudjon visszaütni. Védelme. Az azért vannak a karjaid, az erős karjaid, hogy a gyereket biztonságban érezze magát benne. Ott érezze a világ legbiztonságosabb pontja. A feleséged ott érezze magát biztonságban. Ámen! Hogy a támadás, ne csinálj, mind a muzulmánok, asszony gyermeket előre. Na, a humanisták, az a meg, humanisták megkímélik, csak az ördög nem humanista. Ha te mész elől, Az ördög mindig hátulról támad. Ott, len előtted, minden, figyeljé, te vagy az alap, a védelmező. És védelmezd a családodban Isten jelenlétét. Őrizd az édent. A te felelősség, nem az asszonyi. Hajlamosak vagyunk otthon prédikálni. Asszony, nem mondj negatív megvallást, ne mondj ilyet, ne félj, mert nem tudod, olyat csinálni ő. Asszony beszéd. Az első legerőteljesebb kijelentés, amit a libáni táborban, az első családos táborban kaptam. Hogy akkor, mikor összeomlik, az csak asszony beszél. Isten nem kiri számon. Ez nem azt jelenti, hogy nő, most, ha akkor engeddel el a számot, nyugodtan, sirítsed. Nem. Jobb. Elveszti tíz gyermekét mindennek a csúcspontjaként. A felesége mit mond neki? Menj, átkoz meg Istent, és hajd meg! Kiborult, kiborult. Isten számon kérte? Egy szóval se. De jobb, egy kicsit ott meginok, mintha ott vádolná egy picit Istent, hogy igazságtalan. Számon kérte Isten? Igen. Pedig jobb, nem borult ki? Én már rég kiborultam volna. Beborultam volna, visszaborultam volna, leborultam, felborultam mindent csináltam volna este mi van jobb, kétségben, né, háromságban, négységben, ötségben, hétségben, mindenfele. Én lettem a Dániel SX7. Hm? De azt mondtam, jót elvettük, rosszat is elkevent. <laughs> jó, ez az, ez az jó, ez szent nélkül ügyesebb, mint én szent Ámen? Persze, hogy kiból, ugye, engébb edény? De én viszont vigyáznom kell a szám, amit mondok. ha mellé mondok, és ugyanazt mondom, akkor nem védelmezem az édenkertemet. Védelmeznünk kell az édenkertet. Nagyon vigyáznunk kell Isten jelenlétére. Vigyáznunk kell a családra. Vigyáznunk kell a gyerekeinek a szellemi üdvö üdvösségére, a jövőjükre. És hát, hogy belegondolsz abban, hogy soha nem vagy egyedül bármit csinálsz. Egy az, hogy Isten lát. Sokan mennek, csinálj rosszasságot, és így csinálj szétnéznek. Egyet elfelejtenem, felfele nézni. Jó, csak úgy itt volt szegény, stoppos, mint a bárány az út szélén, csak a rendőr az autót. Mi ez itt ember az autótba egy bárány? Mi Stoppos. Hogyhogy stoppos? Hát alkalmira hogy hogy? Ha ott állt az út szélén, megkérdeztem, beszállsz, mondta be. Na Jó, so, alkalmira váltság, óta el volt árulva az út szélén. és soha nem vagy egyedül. Minden pillanatban négy generációnak a sorsa van a te szellemedben. Négy generáció minimum. Ha rosszat csinálsz, négy, ha jót, ezer. De minimum négy generáció sorsa. Minden pillanatban, minden döntéseddel befolyásol minimum négy generációnak a sorsát. Soha, de soha férfiként nem vagy egyedül, és soha, amit teszel, annak nincs következmény nélkül. Ámen! Ámen! Mindjárt lesz, miből megtérni, nem? Úgy se látta senki. Ben igen. A Biblia mondja, hogy Lévi, Lévi, az egy pár nemzedék elmúlt Lévi és Ábrahám között. És azt, amikor Ábrahám tizedet fizetett melkiségeknek, Lévi, mivel Ábrahámban volt, ő is tizedet fizetett. Először, amikor ezt olvastam, nagyon abszurdnak tűnt. De képzeld el, hogy már Lé Ábrahámban a tized szedő tizedet fizetett. És Lévi sehol nem volt, még csak rettegve volt vitamin. De ott volt Ábrahámban, az ő ágyékában, ott volt az egész zsidó nemzetnek a sorsa, és a miénk. Ezért nagy felelősséggel tartozunk, hogy úgy védelmezzük a, a, a sorsunkat, és fe, hogy felállítsuk az életünkben a generációs áldást. Ez fontosabb, mint házat építeni. Sokkal többet kellene költened, mint autóra. Sok embernek többet tart az autó, mint a házassága. Miért? Mert ha hogy autót vezethess, el kell menni egy hivatalhoz. Ezt meg kell tanulni vezetni. Vesz az autóba, hagyd lehet két lábbal három pedált nyomkodni. Na ez, hogy lehet. Csak nem egyszerre kell mind a hármat. Aztán megtanul a közlekedési szabályokat. És mikor levizsgáztál, átmentél, az a mocsok rendőr nem vágottál, de mindig az a mocsok rendőr, ő, a hibás, átmentem, csak, csak elvágott. Én, én, tanultam, én tanultam, csak a program hibázott, rossz volt. Én nyomtam a B, a c én jól tudom, már láttam. De mikor átmész, akkor kimehetsz. Na azt mondják, most már annyira élet vagy, hogy elméletileg, ha betartod a szabályokat, úgy fogsz tudni közlekedni, hogy mások életét nem veszélyezteted, sem magadét. Erre fel. Családot, hogy alapítunk? Ade, én nélek. Én is hezzád menni. Akkor feljön papot, jó-e? Jó. jó. Hívj fel a papot. De hogy kell? Nem tudom, majd kibogosszuk. Oh, annyira szeretlek. Hozzám feleségül. De ember, a házasság nem a szerelem az alapja neki. Kérlek, jó, és akkor miből fogunk élni? most mondtam, az igaz ember hitből él. Mi, te nem vagy szellemi? Mióta vagy, drága hölgyem, ilyen anyagias? Na jó, akkor hol fogunk lakni? Hát, hogy milyen jó szobám van a nyáméknál. Külön Már Majd gyerekájat ki is tettem? Már fanciáját vettem, már készülök nősrisre. Engem? Na még fuss egy kölcs, majd gyere vissza. Ámen? Tehát védelmező. A következő tanítja az igét. Kinek szólt Isten, hogy ne egyél a fáról? Ádámnak. Ádám meg elmondta a feleségének. Hordozza Isten beszédét. Ábrahámról azon megírva, Isten szerette, mert megparancsolta az ő háza népének, de elméletileg ott egy olyan kifejezés van, hogy példamutatással megkövetelte. Hogy én vagyok a családfő, úgy tiszedek Isten, ahogy én. Az a baj, hogy sok nő jobban ért az igéhez, mint a férfi. Megy a nő, te drágám, ez mit szólsz ez az igéhez? Te mit szólsz hozzá? Ő nem tud hozzászólni. Ó, az azt mondja, hogy meg, én kell dolgozzak. Mit kell dolgozzá? Persze kell dolgozzá, hiszen meg van írva. De nem abból gazdagodsz meg. Ha kicsit lapozgatnád, akkor rájönni, hogy azon megír a példabeszéd egy az úr áldása, az gazdagít meg. És semmi nem szerez bántás. Ó, nézzünk csak utána, menni ez a szempáforítás. Ó, még ott azt írja, hogy az úr áldása az gazdagít meg, és azzal nem jár többlet munka. Ó, tényleg? Nem kell látástól Mikulásig, vagy karácsonyig, vagy új évig dolgoznom? Lesz időm a családom, és igen, mert Isten megáll. Szeretem az áldást. És te annyira megállt, hogy nem... Szerinted a, a nagy ház az áldás? Hm? Egy jó autó áldás, férfiak? Áldás? Legalább egy Maserati. Hm? Nem? Nem áldás! Csak az áldás következménye. Isten jelenléte az áldás. Mert Isten az ő áldását mindig az ön jelenlétében adja feleséget ott keressél magadnak. És hogyha elmentél, akkor még mindig van visszaút. Ámen? Na a, a nőkről is beszéljük, jó? Mert milyen az bibliai férfi? Szereti Isten jelenlétét, szereti dicsérni, szereti a rendet, szeret dolgozni, szeret alkotni, művel, 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 védelmez, és tanítja az igét, megtartja az igét. Na no, erre a férfira mondja az ige, és mondá Isten, nem jó neki egyedül. Mert tényleg ezt fenntartani, 50 éven keresztül ezt az idamot, ezt, ezt, az elvárást nem tud egyedül megcsinálni. Kell ehhez segítőtárs. A segítőtárs, a feleség, hozzád illő, ehhez van bedrótozva. A te elhívásodat fogja tudni segíteni. Úgy van megalkotva, úgy van létrehozva, úgy született meg, úgy nőtt fel, mindent, amit tanult, amit tud, az be tudja fektetni a te látásodban, támogatni téged, segíteni téged, lökni előre, impulzust adni. De ha nincs látás, mit támogasson, drága lelkem? Semmi. Akkor megcsinálja ő maga. Innen jönnek a bizniszfumen, mert ott egy pelenkás férfi. Mert meg férhez ment szegény, de nem gondolta, hogy egy gyereke lesz. Mamának vették el, és nem feleségnek. Az ő vállán a terhek, ő kell vigye, hogy gyere a, no, gyere no. mindig fel kell mosni ezt a nyomorútat a padlóról. Hivatalban nem mer bemenni, Miért? Persze, tönkretették. Tehát a bibliai nő csak annyi, mert mindenki tudja már az engedelmességet, ilyen férfinek. Igen, ilyen férfinek lehet engedelmeskedni. Az a férfi, amely nem szeret Isten jelenlétét, az a férfi, amely nem szeret dolgozni, nem szeret alkotni, nem akar védelmezni, felelősséget vállalni, terhet vállalni, nem szeret Istennek a beszédét, az maradjon egyedül. Jó annak nem illetni asszonyt. És mondja a gyülekezet, hogy? Ámen! Ez a boszketár leírása. Akármilyen vagány, akármilyen macsó, akármilyen tele van a pénztárca, hogy nyomja a vesét. És a vese veszekedik a pénztárca, ha nem felel meg ennek a kritériumnak, ne menj hozzá. A két szép személy nem menjél hozzám, az el fog homályosulni ragyogás elmúlik. Mert lesz egy gyereket, kit kell pelenkáznod, de mikor megfelelsz ennek a kritériumnak, és férfiak, ezt magamnak is beszél, mert nem mindig meg mindig. Ez egy, 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 előttem egy cél. Ilyenni akarok válni. És ha mondtam, a rendrakásnál kezdődik. Igyekszem. Szökőjében tetszem, megerőltettem magamat. Na jó, nem ilyen vészes, csak úgy viccigét mondtam. Kérdezi meg a feleségemet, azért kedvelt meg, mert amikor feljött hozzám a lakásra, akkor rend volt a legény lakása. Akkor meglátta, tudok vasalni, ho, -ho, ho csak azt nem tudtam, mikor jön, akkor én rendet raktam. Még csak azért is? Hadd lássa le, hogy velem főnyeremény van. Tehát tudjátok, a, a, nőt azt át lehet verni. Ez az ige. A nőt meg lehet, át lehet verni. Ezért tudunk megnősülni nem tudnánk átverni egy nőt, nem tudnánk soha megnősülni. De jól eladjuk magunkat. De az ilyen férfinak igenis jön a segítőtárs, és ez a segítőtárs azon túl, hogy engedelmes, támogató. Támogató. És kérlek, hölgyeim, kinek, akinek van férje, emelje fel a kezét. Mi akkor is, ha nincs itt. Féfi nem emelte fel a kezét. Jó. Dicsőség az úrnak. én nincs gond. Kérlek szépen, te legyél a férjed első számú hódolója. Ha nem te vagy, az ördög gondoskodik majd. Tenyész csirkéről. Csitriszpíszről. Aki jöjjön. Ó, micsoda férfi vagy. Dicsé meg, drágám, egész jól áll, hogy a mellizmot lecsúszott hasizomra, mind a kettő egyszer egy helyre. Nem? Mond, éret vagy tőle, szeretem. Nem olyan csórócskának nézel így ki legalább. Mackos, apatest. Aputest, így mondj hívják, aputest. annak hogy drágám, a, nyugodjál meg a kockákkal, csak a gyerekek szeretnek játszani. Jön karácsony, mi a gombököt szeressük. Ide a férjednek szüksége van, és egyedül áll, hogy erre készülj. Szüksége van, úgy néz rá, mint egy kis Istenre. Kell dicsérni. Ha valaha jó sikerű a és szoktak néha emberek gratulálni, azt úgy át is adom az úrnak, nem kell, de egy, egy emberét megtartom azért az Ha elfelejtem, neki, na, na, milyen volt, és tudja, akkor azt mondani, nagyon ügyes voltam. Az enyém, az nekem jár. Nekem. Nekem az enyém. Ezt nem adom az úrnak. Az enyém. Többit minden. Hát, hogy nagy. Tudja, én is tudom, hogy nem volt az olyan hogy Ő is tudja, hogy nem volt, de, de a kedvemért, hogy érezzen. Hogy kenjen meg a szívemet, hogy érez, Hogy ő, ő, ő a rajongóm. Dicsérni kell. Magasztalni. De komolyan mondom. Te azt gondoljátok, hogy a férfi nem kell a bók. Csak nem merjük kérni. Most az összes férfi nevében mondom, kedves feleségek, igenis, szükség van arra, hogy bókoljatok neki. A férjeteknek, nem nekem. A férjeteknek, mindenki a sajátjának, jó? Olyan férfi, és a homlokat csúszik lassan hátrafele. Szerete. Olyan vagány az a McDonald's jelvény a fejedre. kérlek, dicsérd őt, magasztald őt. Jó? Szereti magát így érezni, van neki, olyan egy kis Istennek szereti érzi magát. És naponta háromszor jó étel áldozattal áldozzál neki. Hogy jöjjön. A fiatal feleség félhívta a már hogy mama baj van. Mi van, drága Azt szerintem Jóskam ma nem szeret engemet. Nem, mi gond? Hát mindig, mikor megkisztetem az ebédet, vagy bármit csináltam, mindig egy keveset szedett magának, és hagyta, hogy én lakjak, jó? És most? Most ez az állat majdnem mind kirakja magának. Mama, mi a baj? Nincsen baj, lányom, megtanultál főzni. Na most már nem csak téged szeret, az jó illatú étel áldozat is elfogadja a kezedből. A teljesen égő az nem jó. Az itt nem kell, a konyhában teljesen elég jó áldozat, nem kell. Jó illatú étel áldozat. Amen. És kérek, azt mondja az igaz, hogy annak okáért elhagyja a férfi az apját és anyát, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Ragaszkodik. Minden nő szeretné, hogy a fél ragaszkodjon, érezze azt, hogy én vagyok neki az oxigén. Hogy nem tud nélkülem élni őszintén hölgyem. Így van? Felek ezeket magasba. Lássam, így van. Te akarsz lenni a mindene. Nem tudnék ott lenni, reggel elindul, visszafogta az hogy oh, drágám, gyere, alig várom, lejár a 8 óra, 10 óra, 16 jövök, 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 sietek, jó, várom, még egy, még egy, na jó, van te butus, mennyi, de nem tudok néked de elmész, eltelik, jön az ebéd, szünet csörög a telefon, feleséget felveszi. I just call to say I love you. Oh, no, ne csinálnak, lehet következő szünetben, I just call to say how much I need you. Amen! Ragaszkodj, de tudod a szó még mit jelent? Nagyon érdekes, hogy becserkészi. Meglepett ez a jelentés ennek a szó. Nem ezt csinálta? Csak az a baj, hogy legtöbb férfi az esküvőig cserkész. Utána van házi nyúl, Nem jó a férfi hölgyebb, a férfi mindig egész életében vadászni akar. A jó vad, okos vadászoknak van saját vadasparkjuk. Jó? Ne úgy él, hogy az esküvég vadnyuszi voltál, utána úgy megszelidülsz, hogy otthon jó a mackó alsó, mackó felső, tavalyi töltött káposzta menüvel rajta, még egy jó van. Ott. És akkor menj otthon, akkor hm, 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 vakolat, minden. Hova mész? megyek a műzé üzlé üzlebe, igen, kérlek, legyél vadászható még 80 évesen is. Ha, ha, ha. Nem az esküvő előtt kell egyéb vadászható, utána, nem az esküvő előtt kell cserkészni, hanem utána, egész életedben kell cserkészni. Mondtam, a férfi azért mondja a feleségének, hogy jön belőle, hogy babám. Mert hát belőle lett vétet. Ne? Legtöbb nő, sok nő mondja a fének az apukám. Hm? Ő az, aki, aki atyáskodik fölött. Ha hazamész, hogy bébi, hol vagy? Babám, hol vagy? Aj, <laughs> meg ember! Vadász le! Egy fürge, minden nyuszi. Ho, 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 ho. Van egy nagyon veszélyes dolog a házasságban, mire nem tudsz felkészülni. Mindig derültékből villámcsapásként jön. Ezt úgy hívják, hogy séta. Hazamész, a pénzvadászatból lehűsz, meleg szobából néz az ablakon keresztül, milyen szépen hull Gyönyörű bentről nézni. Feleséget kinéz, jaj, de szépen hullám. Uh -huh. Nem menj sétálni? égnek az esti világítás? Ja, most olyan szép lehet a központon a karácsonyfont. Nem menjünk. -e? De ez a cserkészési időszak. Ki kell menni, be kell cserkészni. És a séta az a dolog, egyetlen dolog, amit ha gyorsan csinálsz, nem lesz hamar a vége. Nem olyan, gyere! Karácsonyfa, asszony, asszony, karácsonyfa, menjünk haza! Nem, úgy van az. Vagy megdöbbentő számomra. Sok asszony, kicsit megmasszírozod a lábamat? Jaj, most rédesek vannak látni az asszonyok országát. Honnan tudja? feleségek 80%-a szereti. Egy kicsi lámaszás. <laughs> Cserkészés van, barátom. Benézted? Nyugi, egyszer menjünk közelebb. Most ne lőj! Ne, 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 ne lőj még! Ne lőj még! Várjál! Nem kell bokrostolni, már, még közelebb. A Székely bácsi mondta, a fiam olyan kukker, távcsövet küldött nekem, a nyulat olyan, hogy ezt belé, kellett rúgjak le tudjam lőni. De te ne távcsövezzél! Cserkészben. Csak hogy szépen, maradjál cserkészhető. Hálás lesz a férjed, igazi bibliai férfivá fog válni. Tudom, ez eddig így többnyire inkább az edülállóknak lett volna főnyeremény, hogy mi felkészülnek a házassal. Te már, én olyan férfit kaptam, hogy ez minden csak nem bibliai, inkább muzulmán, székely, nem tudom, de valami. De hogy nem bibliai, ez biztos, se látása, se hallása, se semmi. Ismerős, mondja a feles. Nem tudom, hol volt az eszem, vak voltam, süket, hogy hozzád mentem. Most drágám, látsz? Igen, hallasz? Igen. Na látod, hogy milyen csodatevő erő van rajtam? Ha nem jöttél volna hozzám, most süket lennél, vak és lenné, sülye lennél. Ez egész normális vagy. Figyelj ide. Hogyha eddig hibát láttál, és azt mondod, na, no, itt ez a vonat elment. Nem ment el. Nem ment ki az, aki őszint és azt mondja, hogy hát nem vagyok teljesen bibliai férfi. Van egy jó megoldás a számodra. Számomra és a számodra. A legfontosabb. Az első számú elvárást hoz helyre. Mai este döntsd el, hogy ezt meg fogom tenni. Szedem a batyumat, nem elválok. Visszamegyek az édenbe. Olyan férfi leszek, olyan ember, aki szeret Isten dicsőségében élni. Ámen! Ígérem neked, mert tudom, hogy nem direkt vagy ilyen. Tudom, hogy nem direkt vagy szánt szándékból látás nélkül. Tudom, hogy nem szánszába vagy nehezen szerethető. Hanem azért, mert rossz modellt láttál és beléd égett ez a modell. És reflexből az jön ki belőled. Én tapasztalatból tudom. Szaknyelven diszfunkciós családból származom. Magyarul fattyuk így jöttem a világra. De bementem a király elé a törvény ellenére. A fattyú sok generáción keresztül nem mehet be Isten elétében. De mégis bemehettem. Mégis éhetek az édenbe. Tudod nekem az milyen nagy kegyelem? Mert minden sebemre, minden hibámra, minden karakteri problémámra a választ ott kaptam meg. Nem tudom, de hogy vagy vele. De nekem Isten így jelentette ki magán abba. És ő apám helyett apám lett. Rámöntötte a szeretetét. Meg tudtam bocsájtani a biológia apámnak. Tudok imádkozni, hogy adjon Isten kegyelmet. Még azért is. Tiszta bosszú volt. Ha bennélsz Isten jelenlétében, az a jó, az a tökéletes, amit Isten belét helyezett, mikor megalkotott, ami a bűn miatt elromlott, az helyre jön. Nem igaz. Rád nem érvényes az a szó, hogy kutyából nem lesz szalonna. Mert te nem vagy kutya. Amen. És Isten meg nem szalonnát akar. Ő nem eszik szalonnát. Isten azt akarja, hogy az a kincs, az az érték, az az egyediség, az a fantasztikus személy, aki te vagy, pótolhatatlan, mert nem hibázott abban, hogy te most itt vagy. Az ő tökéletes tervében van benne, hogy te itt vagy, hallasz, de az ítéletet keresztül figyelsz. És bármennyire mentél el az édentől, Ma döntsd el, hogy visszajössz. Hogyha még soha nem voltál Isten jelenlétében, csak hallottál róla, akkor ma döntsd el, hogy ez az, amit megteszek, beköltözöm édenbe. És oda fogok menni, ahhoz a folt, az a jelenlétnyi folt az életemben megy. Nem a fejem szerint fogok élni, hanem ahol az megáll, én ott megállok. Amerre megy, én arra megyek bármibe kerüljön, bármilyen nehéz legyen, elsőre elhiszem, hogy számomra a megoldás Isten jelenléte. Ámen. Hányan akartok visszamenni az édenbe? Bátran felekezek. Hidd el, megéri. Olyan gyógyító erő sehol nincs. Annyira szerettem ezt a dalt így két nyelven énekelve. Igen. Nekem ő az. Azok a karakterhibák ott gyógyulnak meg, amiket hordozunk magunkkal. Ott tudsz jó lenni, ott tudsz jó modell lenni. Ott tudsz olyan emberé válni, ami vonza az elveszetteket Istenhez. Vonza. És én ilyen tereten akarok vonzó lenni. Jó reklámja akarok lenni Isten országának. Annyi sokat köszönhetek neki. Nélküle nem mondanám azt, hogy már lassan 19 éve házas vagyok. Nem mondhatnám azt, hogy van egy asszonytól egy gyerekem. Nem mondhatnám azt, hogy boldogok érzem magamot. Mondjuk ennyi gyerek mellett nincs is idő ezzel foglalkozni, mennyire vagy boldog, főleg a feleségemnek. Ámen. Csak megkérlek szépen, ha vissza akarsz menni az édenbe, és újra le akar tenni Isten kezébe az életedet, akkor állj fel. Állj most fel. Ha vissza, még egyszer elmondom. Ha vissza akarsz menni az édenbe, aki felemelte a kezét, és le akarod tenni újból a te életedet Isten kezébe, akkor kélek álljál fel. Mert én itt a mondandumot befejeztem. De elmondunk egy imád. Én mondassam el. Pedig mondtam, hogy értsd meg, hidd el, hogy nincs jobb, és nincs más esély, még ha nő vagy akkor is. És Isten jelenlétében fogod megkapni az igazit. Isten jelenlétében fog helyreállni a házasságot. Isten jelenlétében fog tartalmas lenni. Ezért kérek mond utánam, bátran, hangosan. Menj Atyám! Jézus nevében. Kélek téged, Ében. bocsáss meg nekem, Ében. hogy elhanyagoltam Ében. a te jelenlétedet. Az én életemben. Nem védelmeztem, nem ápoltam a te jelenlétedet, a te dicsőségedet. És olyanná lett az életem, mint a lázadó izraelé. És beengedtem a szívembe bálványokat a te helyedre. De ma, Uram, teljes szívemből megtérek ezekből. Kitisztítom az én szívemet kivetem az életemből az én bálványaimat, és téged teszlek az első helyre. Te vagy az első, és az utolsó, és minden, ami egy között van, kérlek, Uram, fogadd el újra az én életemet. Segíts nekem megmaradni ott a jelenlétedben, jobb emberré válni, példaértékűvé válni, modelleddi, vonzóvá válni a bűnös emberek számára. az én Isten szeretetem vonza az embereket te hozzá. Uram, köszönöm, de nem mondtál le rólam, hogy te szeretsz engemet. Te mindig is szeretni fogsz. Hálás vagyok, Uram, hogy megbocsájtottam. Ezért dicsérlek, magasztalak, a Jézus nevében. Amen. 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 Hallelujah.